Nagyon különleges, srácok, a mostani Witcher adás, ugyanis ez a 40. mióta kint van a Next Gen Update. És hogyha nagyon ügyesek vagyunk, akkor ha nem is a most, a következő adásban mindenféleképpen eltüntetjük az összes kérdőjelet, ami így Skellige vizein található. Azért így fogalmaztam, mert az összes kérdőjelet sajnos nem biztos, hogy el tudjuk tüntetni, mert ahhoz már küldetések is tartoznak, súlyos küldetések is tartoznak itt Skelligén, de a vízi kérdőjeleket mindenféleképp. Bizony. Nem felejtettem el, legutóbb azt mondtam nektek, hogy visszamegyünk, megnézzük, hogy milyen medve ábra maradt ott a Game of Thrones-os easter egg-es területen. Nem felejtettem el. És azt se felejtettem el, hogy ugye lecraftoltuk az új Griff armort, amihez kellenek majd a pallosok is. Tehát a pallosok nyomába leszünk majd a mai adásba, és akkor igazán menőn, vagy legalábbis menőben kinéző Geraltunk lesz. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. 40. adás, 56%-os progress. Ja. Hát van content. Van content, nem unatkozunk, az már egyszer biztos. Nagyon szeretem amúgy itt az Edge-be, bár lehet, hogy a Chrome-ba is ezt csinálja amúgy, nem tudom pontosan, de hogy így Edge-be, ha nyitva marad neked egy YouTube videó, akkor ha átváltasz arra a tabra, akkor nem indul el automatikusan a videó, hanem csak így mutatja, hogy hol tartottál, de pauzolva továbbra is, és a thumbnail van a videó helyén, tök menő. Ez nagyon tetszik, nagyon hasznos. Na. Szóval így nézünk ki. A frissített Griff Armor. Ennek még két fejlesztése lesz. Mindjárt mondom, hogy pontosan mi, mert nincsenek meg a nevek. Tehát most van a kiváló. Aztán lesz a remek mívű. Hát akkor lehet, hogy ennek már csak egy fejlesztése lesz. Négy részből állnak, akkor ennek már csak egy fejlesztése lesz, de durva. Akkor a következő az már a nagymesteri. Wow! És a nagymesteri... Nem, akkor még van két fejlesztése, mert a remek mívű után még jön a nagymesteri. Jó. Tehát ezt még tudjuk hova fejleszteni. Jól van, már megijedtem. Akkor öt fejlesztési lehet... Mert hogy... Öt... verzió van, és négyszer lehet fejleszteni. Jó, ezt kavartam most így hirtelen össze. Szuper. Azt nem tudom, hogy ha mondjuk ide jövök, hogy nadrág, hogy a kiváló Griff nadrágunk van meg. Ott van remek művű Griff nadrág, amit már, hogyha lenne meteorit, ez is trúdunk, akkor már le is tudnék gyártani. Csak ahhoz ugye 34-esnek kell lenni. 34-es szerintem az alapjátékban meg nem hiszem, hogy leszek, majd a kiegészítők alatt. Ennyi. Jó. Menjünk, 62-es. Ú, de jól néz ki, mert egyre jobb... Egyre jobban néz ki basszus ez az armor. Az elején olyan kis gagyi, olyan kis köpcös volt tőle Geralt, de így, hogy így fejlesztjük, egyre menőbb. Ne felejtsétek azt sem el, hogy ez nem egy családbarát adás, így a Witcher-ek alatt kivételtettem a Witcher-eknél, itt bizony káromkodunk. Ez a fejre válnál, micsoda így, szerintem így, hát nem tudom, én arra gondoltam, hogy így összeköti a páncél, de hát annak semmi értelme ne lenne. Mind, hogy annak semmi értelme, mert hogy akkor nagyon könnyen szétesne a páncél.
Nem tudom, miért esik le néha Geraltról a haja. Márpedig az ott valamit összeköt. Valamit a ruháján. Nem tudom, de itt a másik oldalon is van. A másik oldalon mondjuk csak lebeg. Ja, csak lebeg. Olyan furán néz ki így Geralt. Ugye azt mondtátok, hogy itt hagyhattunk egy... egy tervrajzot. Méghozzá... Medve acélkard enhanced, azt írják. Medve acélkard enhanced. Na nézzük. Szerintem megvan. Szerintem az nekem megvan. Gondolom 0 plusz 1 az mit jelenthet? Nem tudom, mit jelent az a 0 plusz 1. Tehát acél. Acél medve. Nem is látom. Acél medve kardból csak egy van. Akkor az bizony ott van még mindig, csak nem találtuk meg. Ja. Az acél medve kardból csak egy van. Akkor az bizony ott maradt. Csak a küldi nincs meg hozzám. 188. Mi az, ami ilyen sokat nyom nálunk? Aha, tehát legendary armorok vannak, amik itt sokat nyomnak. Jó. Ezeket akkor majd el kell tegyük miután. Ott van! Basszus, de miért nem mutat? Ja, mert hogy nem voltam 100 yardon belül. Tudom mert. Vasárnap pont éjfélkor teljesítettem, majd gyújtsd össze mind a questet. Nagy szó ez, mert két hónapja még vintezni se tudtam. Komolyan? Váó. Hát parfüm kollektor, gratulál. Szerintetek ez lent lehet, ahol Tyriont is tartották? Vagy máshol kell keresni ezt? Mit gondoltak? Wow, hát nem gondoltam, hogy ide fel fogok tudni jönni. Wow, ne már. Ne! Pedig még akár oda is fel lehetne menni. Mi van ott? Ó, megtaláltam, hogy melyikkel lehet süllyedni. Na jó. Nagyon ide mutat. Gyere csak, fákja. Szevasz, az best. Tegnap nem volt Witcher, hogyha esetleg azon izgónál parfüm kollektor, hogy miről maradhattál el, tegnap nem volt. Hogy megvizsgálja Tyriont még egyszer. Igen. Tyrion bizony át lett nézve. No, Nostrix.
Pedig én amúgy... Aha, egyik irányba se lehet menni. Mindkét oldalt. Látszólag le van zárva. Ja, hát és nem is engednek ki. Hol vannak a jó Witcher zeném? Sehol egy jó Witcher zene. Ujj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 
Hát ugye még ebbe az irányba lehet elmenni. Itt lenne? Ó, megvan! Hatékonyabb acélmedve kard. Yes. Medveiskola felszerelés, fejlesztési tervrajzok 2. Na hát akkor ezt is ki lehet pipálni. Nagyon fura így, hogy nincs hangja a játéknak. Görget. Igen, part 2. Ott is van, meg vagyunk. Hol is van? Itt van. Egy jó gyors utazás. Vissza a vörös báró palotájához. Szevasztok. Szia Gábor, szia Aszró. Alácska, nincs panolás. Hagyjál békén. Jól van. Vissza kell mennünk a ládához. De jól néz ki ez a Dungeon Siege 3, ugye? Elvileg... Na, tessék, tehát nincsen ginvél edzünk, de van vérkardunk. Már látom is, hogy hol van. Tehát ez egy 20-as vérkard, ami pedig nekünk van, az egy 20-as vérkard. Értem. Jó, hát akkor az marad. Van egy Caroline-unk, egy 27-es Caroline. Caroline, hol vagy? Hol van Caroline? Caroline. Ott van, ő lesz az szerintem. Nem, az egy Inis. Hűbaker. Akkor te leszel az? 24-es Caroline, tehát akkor a 27-est át lehet rakni. Wow! Tehát egy nagyon funny dolgot? Nyugodtan, emberleg az imguros linket nem tiltja le a bot, de hogyha mégis, akkor nyugodtan szólj, hogy már linkelnél is, és moderátorok vagy én, már is adunk neked permitet, és akkor mehet a linkelés. 23-as Mahakami nehéz vért. Rögtön csere. Ott van egy 21-es is. Örök tűz, hóhérvért 23. Mi jó? 25-ös Freya harcosainak vértje. Az melyik is? Freya harcosainak vértje. Meg is van. Van itt egy olyanunk, hogy Siadal páncél 21-es. Aha, nekünk 17-es volt. Aztán
Cidrai Posztovért 21. 16-os volt. Angrel páncél 21-es, olyanunk van egyáltalán? Nincs. Két Veni Posztovért 23. Jó. Mahak, amit néztük, és Tiszeni páncél 22. Uh-huh. Az is mehet oda. Mives Zsoldos Csizme, és ha jól látom, ebből kettő van. Így van. Van egy 24-esünk. És van egy 27-esünk, a kérdés az az, hogy ez hanyas. Jó, tehát akkor a 27-est már is berakhatjuk. Aztán ami még van nekünk itt, a Mahakami nadrág 25-ös. És ez is 25-ös. Kérdés az orgyilkos Cassius az hanyas, mert nekünk 25-ösünk van, az is az. Tehát jelenleg ami kard és ruha van nálunk, azt mind el lehet adni. Annyit csinálunk még itt, hogy ezeket a javítókat betesszük, mert hogy úgyse használom őket, ne nyomják szegény Geraltnak itt a zsebeit, vagy vállát, vagy bármi ilyesmit. Ezeket miért teszed el? Hát, igazából azért, hogy így, ha esetleg valami rossz fele megyünk, valami buildet össze akarnék rakni, vagy változtatni, akkor azt így megtehessem. Nyilván mindenből egyet azért akarok, mert hogy a kinézet, hogy ilyen a Blood and Wine alatt fontos lesz, hogy legyen egy másik gírünk is, vagy több másik gírünk. Csupán azért, hogy majd megcsodáljuk őket a Blood and Wine alatt. És akkor hát valószínűleg egy pár percet, órát eltöltünk majd azzal, hogy jól megcsodáljuk a dolgokat. Ahhoz megy amúgy a gyűjtés. És azért cserélgetem őket, hogy ha esetleg a builden akarnék változtatni. De jól néz ki, hogy össze van ott kötve fűzővel. Igazából ennyi. Ennyi az oka. Geralt, good of you to come by. What can I do for you? Tenje fel a kezét, aki van olyan balfék, hogy vesz egy végét, amin egy HDMI meg négy DisplayPort van. Aztán a két monitorjából csak egyet tud most használni. Én is jártam így. Úgyhogy kellett vennem DisplayPort átalakítót. Anno. Meg kellett vennem DVI átalakítót is. Ez még korábban. Én megpróbáltam kiszedni az összes Grandmaster páncélt, de annyi pénz nincs a játékban. Hát spimmi! Nem tudom, hogy nekem mennyi pénzem lesz. Miután minden kötelezőre elköltöttük a pénzünket a Blood and Wine-ba, és minden hasznos dolgot megvettünk a Heart of Stone-ból, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi pénzem marad. Szerintem egy seten kívül még egyet, vagy talán kettőt meg tudunk csinálni, és nem a medvével fogok kezdeni, mert azt már meg tudom nektek mutatni, de például az új farkas setet azt úgy mindenféleképpen megmutatnám nektek, hogy milyen. Venni kellett egy HDMI 2 DVI-t, mert mivel rövidett volna, minden is át kellett variálni miatt. Ja, nekem is kellett átalakítót venni. Mondjuk én nem vagyok a DisplayPort híve. Engem a DisplayPort a roppant mód idegesít, de valószínűleg az én tudatlanságom miatt, mert hogy elkezdtem használni a DisplayPortot, és jó párszor volt az, hogy bekapcsolom a gépet, és nem ad ki jelet a DisplayPorton, hiába húzom ki, hiába dugom be, hiába áramtanítom a gépet, hiába áramtanítom a monitort, így hosszas szenvedés, mire a DisplayPort ad a képet. Természetesen ez az esetek, mit tudom, egy hónap alatt egyszer történik meg, vagy két hónap alatt egyszer történik meg, nagyon szívás az, hogy működésre bírjam a DisplayPortot.
és mindegy, hogy melyik DisplayPortba dugta a monitort, egyszerűen nem volt képes jelet adni átalakítóval, átalakító nélkül se, úgyhogy ott valami nem állt jól össze. Úgyhogy nem tudom, hogy ti ilyennel találkoztatok-e, de ez engem roppant mód zavart és idegesített, úgyhogy most egy DisplayPortot használok, az szerencsére eddig nem okozott ilyen problémákat. Ott kb. De mondom, tehát hogy próbáltam DisplayPort, DisplayPortos kábellel, próbáltam DisplayPort átalakítóval és HDMI kábellel, és úgyse volt jó. Tehát, hogy így ott valami nem volt jó, ott valami nagyon nem volt jó. De ez már rég volt, lehet, hogy rosszul emlékszem. Meg igaz se volt, ugye? Jól van. Úgyhogy Gerasimov, lehet, hogy rosszul emlékszem. Azt tudom, hogy a DisplayPorttal volt bajom annó. Nek az egyik mondatom azt csinálta, hogy ha a DisplayPortba dugtam, nem adott élet, HDMI-vel adott, amikkel nem kapcsoltam Power Saving módot, a monitoron utána adott a DisplayPortra is. Ja, az a Power Saving az nem tudom milyen helyzetben jó, de a legtöbb esetben engem a Power Saving az megszivatott, úgyhogy minden monitoromon ki van kapcsolva. Mert az annál nincsen undorítóbb dolog, amikor a Windows úgy érzékeli, hogy valamelyik monitort lecsatlakoztatod, és akkor átdobálja az ablakokat. Borzalom. Az borzalom. Amikor kell a teljes színhelyes tér, mert nyomdai cuccokat csinálsz, akkor hasznos, Office-ra, game-re felesleges. Aha. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. De durva a party game. Üdv mindenkinek, srácok. Na, kezdődhet a munka így fél órával később. Végre. Aj, basszus, tudjátok, mit felejtettünk el? Hát mondom, hogy kezdődhet a munka, azt nem vajasztuk meg a pallost, meg ilyenek. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Na. Tehát igen, mondjuk hajnali kettőig, nagyon jó, meditálunk. Azt kérjük. Azokat is kérjük, és akkor mehet. Most már mehet a buli. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Possession. Kérdés, van olyan küldünk, ami arra a területre visz minket? Kérdezzünk Udarikot. Aha, jó. A 17-es megszállott nevezetű küldetést fogjuk csinálni. Aggodalommal töltött el Krah hangját és még valami. Büszkeség. A jár félrevonta Geraltot Bran király virasztása alatt, hogy a lányával Cerissel kapcsolatos aggodalmairól beszéljen. A lány elhajózott Spike Rugra,
hogy megoldja Udarik jár különös nyavajáját. Veszélyes küldetés, de kevésbé veszélyes egy Witcher segítségével. Geralt alaposan végigmérte öreg barátját, aztán döntött. Ezt nyomjuk most. Igen, az egy törött csónak. Ez talán nem törött. Itt három csónak is van, mert ezt a Game of Thrones-os szigetet, ezt nagyon szeretjük. Pontosabb a Tobi? Komolyan? Alibb rakta a monitort. Általában a szöveg fölött van, amit olvasol. Na tessék, csak arrébb kellett rakni a monitort. Nagyon rossz bekalibrálni a Tobit, basszus. Egy csomót szenvedek, jó legyen, aztán általában a streamben meg egyáltalán nem jó. De ha most jó, akkor nem nyúlok hozzá. Hát azt hiszem, nem is tudom felfogni, hogy hogyan tudja lekezelni, hogy hol nézel. Hát van elvileg négy infra... akármi. Valami infra cucc. És az nézi. Vagy csak három, nem tudom pontosan. Ilyen infra kamera, infrás kamera. Szia, szemez. Amúgy hülye vagyok, hát itt menet közben nem lehet felszedni kérdőjeleket. Hát itt lenne amúgy egy... valahol itt. Mondjuk nincs semmi a horizonton. Hát úgy kell nézni, hogy ott. Valahol ott. Tehát ott meg mentünk, nem? De tényleg nem látni semmit. De itt elvileg vannak ilyen kincsek. De menő volt, hallottátok ezt a hangot? Aha, ott van. Csempészek rejtek el. Let's go, Geralt, let's go! Fugy! Ez bálna lehetett? Lehet amúgy. Tök menő volt. Minusz egy kérdőjel. De itt a vízben néha látod is, hogy kiugrálgat, abban nagy valami. Aha, igen. Nem gondoltam, hogy még hangjuk is van. Ide értem, túl a reggeli kálvárján. Reggelente? A temetőnél futsz el, vagy ez hogy kell érteni, Szemenz? Itt van még két kérdőjel. Nem egy bálna, ezzel kapcsolatban is van egy küldetés. Már nem rémlik. Jó, még itt egy kicsit tovább kell mennünk. Barácska, maradj csöndben. Kap le! Bolond szirének! Ha-ha-ha!
TV-n átlogott a kép. Wow. Ezek is lelök a vízbe. Kész? Vége. De jó a muzsika. Ezzel kezdtünk amúgy a Spike Rugos zenével. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de neki külön muzsikája van. Spike Rugnak. Nagyon jó. Basszus. Asztalat. Üzemorvos, üzemi látogatás, üzemi ellenőrzés, üzemi séta, mindenféle üzekedés. Olyan, még üzekedések is voltak. Szemez. Mik vannak nálatok? De szíjetetlen. Azt írja, a Witcher 361-es sebzést okozott. Na gyere! Persze még azért meg kellett löknie. Na, még egy kérdőjel mínusz. És itt van még egy. Ott van. De tényleg olyan, mint hogyha a bálnának lenne a hangja, tök menő. Az a levegőben van, vagy hol lehet az elemi? Urul a tűje. Bolond mocsola. Oho. A görbe árbóc jelzi a helyet, de nem minden bolond találhatja meg a kincset. Nem csak a sasok bátrak. Na ez volt az a quest, ami nálam bebugolt. Fú. A Skellige szigeteket járva Geralt egy feladványra bukkant, amely egy rejtett kincs helyére utalt, bár a rejtvényekért nem volt annyira oda, a kincsért annál inkább, így hát úgy döntött, utána jár. Na már is megnézzük, tehát ez egy 10-es szintű küldetés. Not only eagles there. Na. Be is állítottam, kövessük. Szóval, hogy... nekem ez a küldi bugos volt. Hát akkor most nem lőjük le? Vagy most mi lesz? Van. Fel kell mennünk, nem bírjuk. Aha, ott is van valami. Gyorsan, kered, gyorsan. Hagyd levegő.
Működik? Jól van. Na. Írnak erről amúgy valamit? Nem, nem írnak semmit. Semmit nem írnak amúgy erről a küldiről. De hogy lehet, hogy nekem bebugolt? Egyszerűen nem tudtam megcsinálni, mert nem volt itt a láda. Érdekes. Na hát akkor ez is pipa. Ez is pipa. Ez egy hidden treasure volt, ez pedig egy treasure hunt. Jól van. Amúgy képzeld, ilyen már a Blood és Wine vége felé járok. Három darab kérdőjelen maradt, a Manticore set és vége a ját, és a végjáték. Nyomod, hajrá, hajrá! Hajrá, hajrá! Jó. Csináljuk a küldit. Ja, csak vissza kéne rakni a megszállottra. Na meg is jöttünk. Svorlak sziget. Hirdetőtábla. A hirdetőtáblát ugye nagyon szeretjük. Kereskedőt szeretjük. Az áldóját, te pont úgy tűnsz, mint azok az alkudozós görények. Megtaláltam a Brockvár klán áruját. What? Még egy küldetés van itt, srácok, hát azt a... Ez itt a... Aki kapja Marja? Igen. Skellige partján szétszórva egy egész vagyon maradéka hevert szerteszét, egy tragédia emléke, ami a Brockwerklen egy szerencsétlen tagját értem. A kalózok éppen buzgón fosztogattak, bármi értékeset, ami megmaradt, és Geralt úgy döntött, jobb lesz értesíteni a jogos tulajdonost, mielőtt befejezik. Aki kapja Marja küldi, az így innen indult, erről a szigetről, hogyha jól emlékszem, vagy erről, lehet, hogy inkább erről, nem tudom, valamelyikről a kettő közül, és ide kellett eljönni. Ahogy mondod, teljes életnagyságban a Brockvár klánból valók vagyunk. Azt hiszem, találtam valami, ami a tiétek. Egy hosszú jószállítmány, melyet Arcskelligetől északra süllyedt el. Ó, az biztosan a Heimdall haragja. A kontinens partjainál akart portyázni, vagy egy hónapja indult el. Soha nem tért vissza. Figyelj, nem találtál véletlenül a szállítmányban egy díszes kardot? A kapitányé volt. A rokonai biztosan szeretnék visszakapni. Igen, megtaláltam. Örömmel visszaadom. Persze, csak ha elég magas a megtaláló jutalom. Természetesen, én se gondoltam másként. Köszönöm. Ha sietek, még megmenthetitek a szállítmány maradékát. Azt fogjuk tenni. Össze kell szednem az embereket, de köszönöm, hogy szóltál. Nem tesz semmit. Minden jó. 67 XP. Yeah. 55 korona. Yeah, aki kapja Marja küldi frissítve, és teljesítve. Finders Keepers amúgy a küldinek a nevem. Finders Keepers. Ott van. És én ezt már kipipáltam. Hát jó hülye voltam, ezt most kell, hogy most kell kipipálni.
Na, mutasd a portékád először is. Na. Van Skellige hősei Sové, és Skellige hősei Tyr könyve. Hát ilyen nekünk nincsen. Lehet kéne vennünk amúgy ilyen könyvet. Egy pillanat, srácok. Aha. Már megint gyűlnek itt a narancssárga cuccok. Na, adjad. So long. Azt hittem ilyenkor feldobja, mint új könyv. Szóval azt mondja, hogy az eldolját te pont úgy tűnsz, mint azok az alkudozós görények. Geralt pedig erre azt mondja, viszont olyan vagyok, aki kártyázik. Agy mosolygott a csávó. Aha. Az ellenfelünk Skoyatel. Hát ezt a dermesztőfagyot eldobom. Azt az álcát is eldobjuk. Hát ide a fagyasztás jó lett volna, ugye? Duzzasztjuk szépen a kezünket. Ellenfelünk elpasszolt. Nyomunk egy kürtöt, és azt mondjuk, hogy de hát ezt mi is meg tudjuk csinálni. Van elég orvoslapunk. Van elég orvoslapunk. Nem jöttünk ki jól, de legalább neki küzdködnie kell a győzelemért. Szia Mechanik, szia Esebát. Szemez már lusta használni a ilyen teresi módokat. Már a Szemenz sem a régi. Az igen, a Cirillát kicsapja. Mm-hmm.
Nem is igaz, hogy lustaság nem mindig használják. Ja, szóval akkor azt mondod, hogy szegény mechanik meg elsebát nem érdemli meg. Mi a manót tegyünk le? Letesszük őt. Na, hát ez milyen jól jött. Mondjuk neki is jól jött. Ohó, és kinek van Cirillája? Hát nekünk. Kaptunk egy kis felhőszakadást. Mi az, amit onnan fel lehetne húzni? Jó. Tessék. Villen rettenet, gyere! Bam. Mit lépsz erre te? Az komoly. Hát akkor felveszük ezt a lapot. És erre te mit lépsz? Szeszen sösszen itt, az igen. Jó, semmi gond, semmi gond. Égetünk egyet. Te mit lépsz erre? Nagyon durva, nagyon durva. És erre mit lépsz, haver? Azt a rohát, te hogy kicsapta a tízes kártyákat. Ellenfeled passzolt? Hát akkor Geralt is passzol. Jó legyen, ez a te köröd, haver. Ez a te köröd. Na de majd most mi? Na, figyelj, én teszek egy ilyet. Egy Cirillát. Meg teszünk egy ilyet. Mit szólsz egy Menno Coehornhoz? Na? És lekérjük a tízes lapot, nagy abszolút DM legyen. Ott is van. 20 korona. Viven kártya. Na nézzük. Na, új lapok, melyek bármely nem különösebben neves és rátermett játékosoktól elnyerhető, nulla. Ja. Tehát még 10 lapot kell összeszednünk, Skelligén, srácok. Még 10 lap valahonnan. Na itt van, Skellige hősei Tyr. A Tuiriseach klán Anskellige urait egy Tyr nevű hős alapította. A legenda szerint Tyrnek, hogy megszerezze az apja által neki ígért földet, először le kellett győznie egy Ingvár névre hallgató hatalmas medvét. Mindenki tudta, hogy egyetlen halandó sem élte még túl az Ingvárral való találkozást, így Tyr úgy döntött, megfelelően felkészül a harcra.
Ezért bemerészkedett Skellige legmélyebb barlangjába, ahol a földgyomrának tüzében, mint egy kohóban, olyan csodás pengét kovácsolt, ami még egy hajszálat is el tudott vágni hosszában, és olyan erős volt, hogy egy 100 éves fát is ki tudott vágni egyetlen csapással, és még csak ki sem csorbult. Heulin, az anyja, védőrúnákat vésett a pengében, a hajnal első fényénél, hogy megóvja fiát a medve támadásaitól. Ingvárt, Tyr legyőzte, Skellige ura lett belőle. Leszármazottai pedig a mai nap a szigetek egyik leggazdagabb és leghatalmasabb kányához tartoznak. És itt van Sove is. A legenda szerint Spikerook sziget Brockvark lányának Sove volt az őse. Asszonyául a szépséges, de rendkívül béketlen természetű Ululát választotta. Sokféleképp próbált. De bármennyit engedett is a maga elveiből, csak nem tudott kijönni vele. Végül áthajózott Hindar fiára, hogy Hindar szent ligetében meditálhasson. Hemdal és Freya megszánta, és megajándékozta a megértés elixírjének receptjével. Arra intették, hogy keressen új utakat a feleségével való megbékélésre. Próbálkozon olyasmivel, amivel azelőtt soha. Az elixírhez szükséges hozzávalókhoz Sovénak meg kellett ölni egy szörnyet, meg kellett mászni a szigetek legmagasabb csúcsát, és alá kellett szállni a tengerfenének legmélyebb árkába. Az elixír elkészítése és elfogyasztása után már csak a konfliktus kezeléséhez kellett új nézőpontot találnia. Arra jutott, hogy felmászik az Irmin Shul. Ennyi? Ez a könyv, ez ennyi? Nekem gyanús, hogy ez a könyv így abba maradt. Szóval felmászik az Irmin Shulra. Tehát hogy azon a végén, hogy úgy kezd meditálni, arra jutott, hogy úgy meditál, hogy lóg a fáról egy lábbal. Na. Az az Irmin Shul, az nem tudom, az valószínűleg a fa lehet. Ha tippelnem kéne. És akkor így módon elnyerte a megvilágosodást, visszatért Spikerookba, hogy békében és harmóniában éljen Ululával egészen a napjaik végéig. Itt ez a könyves hibás, ez kicsit rosszul lett fordítva. Hát előfordul. Mondom, ez gyanús volt nekem, hogy ez ilyen furán ért véget. Na, jól van. Nyomunk egy mentést gyorsan, ha már itt vagyunk. Azt mondja, most nem tudod elmenteni. Na, végre. Figyelmeztetem a falu férfi rakosait. Hogyha a legközelebb valaki utánam fütyül, vagy megjegyzést tesz a külsőmre, úgy szájon vágom, hogy a következő télig nem tud fütyülni. Kérés a druidáktól. A druidák köre arra kéri a Brockvárkelen bátor harcosait, hogy függesszék fel a tonhalhalászatot az ívási időszak végéig. Visszatérő harcosok. Az elkövetkező napokban várató drakkarjaink hazatérése a felderítő kapoltja segítségéről hoztak hírt. Álljatok készen a klán hőseinek üdvözlésére. Embereket keresek portjához. Ardvarg vagyok, fejvadász néven is ismernek, és bátor harcosokat keresek egy Nilfgaard elleni portjához. Tapasztalt, közelharcban jártas jelentkezőket várok. Hogy miért gyere velem? Mert vagy zsákmánnyal megrakodva térsz vissza, vagy a szkáldok énekelnek majd hősi halálodról. Gyönyörű sárkányok!
Ajándékra van szükséged a gyerekednek? Gyere el pupos birgárhoz, és vásárolj vesszőből és úszóhólyagból készült repülősárkányaiból. Valamint van egy megbízásunk is, Nils eltűnése. Bárkinek, aki tud valamit, Nils a falunkból eltűnt. Napok óta nem látta senki. Ha tudod, mi történt vele, ne tartsd magadban. Keresd meg és mondd el, még ha az igazság lehanguló és gyászos is, mert a húgom, Brit, a hegyese oda van az aggodalomtól. Állandóan csak sír. Megesküdtem Hemdának, hogy bárki is hoz hírt róla, megjutalmazom. És ezzel, hogy ezt így most megnéztük, itt jön a vőlegény, az lett a megbízásnak a neve. So as I can see when a fish takes the hook. And this? What's this, Uncle? A net for swooping fish out of the water. And those? What are those? Those are worms for kids who... Férgek a kölyköknek, akik túl sokat kérdezősködnek. Jaj, vicces volt. Szóval ezzel, hogy így ezt a hirdetőtáblát is megnéztük, megkaptuk az összes kérdőjelet, ami van így Skellige-n, az összeset. Tehát most már mindent látunk. Hány kérdőjel van a vizen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kérdőjelet kell kivégeznünk. És 24 felderítetlen helyszín vár ránk. Látom, ez... Nem éreztem nehéznek, srácok, itt a kérdőjelek felszedését. Abszolút nem éreztem nehéznek. Sok volt, de nem úgy osztottam el, hogy így nem volt vészes. Ó, itt még van egy kovács is. What brings it to me? Oda vagyok egy kis kártyáért, benne lennél egy-két partiban? In the mood for some diversion. Én nem tudom, hogy adhat nekünk így kártyát. Remélem, hogy igen. Azt jelzik amúgy, hogy adhat. Az ellenség vezére semlegesíti vezéret képességét. Ez nem tetszik. Ez nekem nem tetszik. Hát azt a keszeget már is eldobjuk. Ez így már is jobb. Parancsnoki kürtöt is eldobjuk. És legalább lett egy kémlapunk. Ő is Nilfgaardi, úgyhogy az álszalapoknak örülünk. Na gyere, adjad! Most te jössz! Ő is felveszi. De most én jövök! Most ő jön! Ezt muszáj leraknom. Ez jó, ez jó. Hogyan oldjuk meg? Elégetjük a legdurvább lapokat. Kettőt. És így ő is, meg valószínűleg én is fel tudom majd húzni. Ez mondjuk így elég szívás volt, nem baj. Nem baj, abszolút nem baj. Szia! Ez
Le kell tennem egyet, mert máskülönben passzolni fog. Béla, Béla, Béla. Égetünk először. Hát most már biztos passzolni fog. Geralt és Ciri. Oké. Oké. Jó. Nyertél. Él a győzelem. Egy tízes lappal kezd, ilyen lazába van az arc. Gyere, Ciri, gyere! Gyere, keszeg, te is! Rögtön elégetik keszeget, hát... Pofátlan. A pofátlan mindenüket. Gyere, Geralt! A rívjai. Hát ez nem volt még ilyen meccsünk, ahol mindkettejüket ki tudjuk játszani. 10-es fekete gyalogos ilyesz, az igen. Van pénz lóvéra, van pénz lóvéra. Azt mondja, hogy jó. Tessék. Nem, amúgy ezt nem játszott még ki. Jöjjenek ők. El is passzolt. Jó. 5 lapja van nekünk, 9. Jaja, nagyon akarja a győzelmet. Mindkettőnknek utolsó kör. Ő is lerakta a létót. Ugye kifogyunk a szuszból. Nézd meg, konkrétan másol. Hát szabad ilyet? Lerakjuk ezt. És mostanra már ki is fogyott. Nincsen orvos a pakliába. Nem baj. Elhasznál előtte az utolsót, srácok. Bám, és még égetünk is rajta egyet. Köszi, köszi. Ott is van. Húsz korona. És ennyi. Kösz. 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 Ennyi. Tehát, hogy adott 20 koronát, azt... Csár. Ha? Ennyi. Ennyit érünk, srác. Ha már itt vagyunk, akkor eladunk egy ilyet, meg egy ilyet. Ez az árckeligi posztóvért, ez új. Srácok, hát még kártyánk se lett. Ó. Hát akkor kérdezz meg Udarikot, hogy hol van Ceris. Csináljuk ezt. Kovács, Can you trim my hair? Way it is now, it gets in my eyes. No, jó. És most hová tűnt a piros kard? Hát szerintem vagy 10 stream óta
ki van kapcsolva, ne látszódjon. Valós gyártás? Jaja, az majd itt lesz. Az majd itt lesz ezen a szigeten. Ha minden igaz. De mindjárt megnézem. So long. Olyan hosszú. Hát ez másik szigeten van. Ja. Az másik szigeten van. Jó, de itt van még egy kocsmáros is. Süket vagy? Tölt sört! Eleget ittál, menj haza! Ki a fasz vagy te, hogy megmond, mit tegyek? Mi? A jálok királyá koronáztak, amikor húgyozni voltam. Nem én uralkodom a szigeten, de ebben a kocsmában igen. Tehát nyugodj le, vagy a képeddel előre hajítalak ki. Ó, idegen kis felüldülése, Bites, kell egy ital? Milyen felüldülésre gondolsz? Mire? Hát sőre, mész, serre, pálinkára, mégis mit vesz egy kocsmába? Ugráló kötelet? Nem tudom, hol a valósi vagy, de jó messzi hely lehet, az biztos. Mesélj nekem a Brokvár klánról. Mi Brokvár klánbeliek, a tenger urai vagyunk. A vízre születtünk, arra nevelkedtünk. Azt hittem, mi lesz, kerige, csomó időt tölt a vízben. Aha, ők is azt hiszik, de ők csak a víz színét karcolják a hosszú hajóikkal, bebugyolálva a nehéz állatbőrökbe meg prémekben. Időről időre a szél az arcukba fecsenti a tajtékot az evezőkről, de ennyi az összes találkozásuk a tengerrel. De a mi fiaik? Hát azok rögtön mélybe vetik magukat a szirtekről, ahogy megtanulnak járni. Hangulatom lenne kártyázni. What would you say to a little game of Gwent? Aztán már ő se fog nekünk adni semmit. Ez túl sok időjárás. Mi ez az sok időjárás lap a kezünkben? Jó, tiszta idő. Nem kell az átláthatatlan köd, a tiszta idő se. Jól van. Nem a legjobb kéz, de a miénk. Kicsapjuk őt. Őket. Ó, egy Dijkstra. Öröm látni téged. A kezemben. Stannis herceg, hát téged már el is felejtettelek. Tahaler, az igen, hogy dobálja. Őt is már elfelejtettem. Wow. Először a kisebb kémlapot rakjuk ki. Úristen, hát mennyi kémlap lett a kezembe? Félek, hogy húzom keszeget. Passzol? Ah, nem passzol. Vagyis kéne az ő kezéből kéne felhúznunk a lapot. Most már passzolni fog valószínűleg.
És nem. Ah, biztos nem azt akarjuk. Lerendezünk titeket mindjárt. De szar lehet, srácok, lerakta a keszeget. Isten, és még Gigstát is fel tudjuk húzni. Mik ezek a playek, srácok? Hát ilyen... Ez ilyen tökre nem várt. Van pénz lóvéra, tehát hogy dobálja a kürtöket? Na jó, mielőtt még feladná, az ott mennyi? Ja, el tudjuk égetni, úgyhogy tök mindegy mennyi. Az a gond, azt mi már nem tudjuk játszani. Nincs már annyi álcám. De még egy van. Jó. Ő még perzselhet szerintem. Szerintem ő még perzselhet. Jóló. Amúgy ez egy nagyon jó menet, ez nagyon tetszik. Ne szívas, nem már. Három kém is van nálunk, mi ezt a három orvossal fel tudjuk majd húzni. Lerakunk egy tízest. Geralt, jó, gyere Geralt. Jó, hát ez végül is az első kör. És azt mondanék, hogy jó, tiéd a győzelem, tiéd a győzelem. Na. Így csapja ő is a Geraltot. Na. Ellenfelünk már is passzolt. Az gond. Tizenegy. Hogy is kéne ezt kijátszani?
15 marad neki, ha lerakjuk, akkor nyerünk. Aha. Jó. Nincs erősebb orvosunk? Nincs sajnos. Ezt meg meg kell nyerni. Jó. Na, most durrancsd a dolgokat, tess. Gyere, Tyler. Jó. Van parancsnak kiküldje, ez kellemetlen is lehet akár. Utolsó lap. Jó, nagyon jó. Very big, very big, úristen, triplázz, duplázz a jánter. Jó. Hú. Na, ilyen egy jó Gwent kör, azt a rohadt. Na mit szóltak? Jó volt, nem? Adott egy 20-ast. Ez csúmi. Köszi, köszi. Három lapom maradt. Na. Take care. Hét. Tehát venni kell. Hosszú út a megalázás. Ja, de meglent. Jó volt. Na, a királyság. Már csak 7 kártya kell. Most már akkor tényleg csináljuk a megszállott küldetést. Egy kicsit furán működik ez a GPS, azt mondta, jöjjek ide, azt itt majd így be fogok jutni. GPS. GPS, please. Hát tök rossz helyre mutat. Egy pillanat, és meg vagyunk. És aztán egy gigászi tengeri kígyó úszott fel, és leharapta a karom. Az istenek szóltak. Áldozat szükséges. Érzésem szerint ez arról szól, hogy legyőzöl egy kígyót, járlulam. Nem, áldozat kell. Bizonyos vagyok. Ideje már. Egyértelműbb jelre kell várnunk. Legalább a következő álmodig. Nekem nem kell több jel. Ceres keresem, hallom, itt jár. Ankrét lánya? Igen, itt volt. Most hol van? Hogy? Ceres. Hol van Ceres?
Nem tudom, ne kérdezősködj. Mi történt velem? Bocsáss meg a járlak, nincs jól mostanság. Beteg? Rák lakomáján se volt éppen jól, de... Bocsáss meg, oda kell mennem. Hol van Ceres? Meg kell találnom. Nem tudom. Kérdezősködj. Pompás. Hjort. Nem tudom, többé már semmit sem tudok. Pihenj jár, ne gondolj többet az álmaidra, jobban leszel. Sötétség előtted, sötétség utánad. Nem lehet fölébreszteni. Ott egy kis kölök. Kérdez Ceres után a faluban. Oké, rendet raktunk. Na, mehet egy mentés is, szerintem. What can I do for you, traveler? Can you trim my hair? Way it is now. Nem ez kell. Nekem a segítséget kell, hogy hol van Ceres. So long. Az öreg asszony nem beszél velünk. Hiszen egy van, nincs itt a kocsmáros. Ali, bocs, még új vagyok, megkérdezhetem, hogy miért olvasod a stream alatt a feliratokat, immerzívebbé akarod tenni a streamet esetleg? Hát aki... Basszus. Velük kell beszélnünk. Szóval, hogy sokan melóból hallgatják a streamet, és így nekik is könnyebb. Meg szeretek olvasni. Szeretem beleélni a játékba magam. Na gyere! És mi lesz? Na. Amúgy meghalt a csávó. Hát látjátok, kellett a Witcherrel újat húzni. Titokban azt várni, hogy megveszik tőle a szinkronjogokat. Ez egy csoda. Megszállott. Aha, ott vannak ketten, és nyomunk egy mentést. Hozzá mehetem volna egy szárazföldihez. Greetings.
Üdv! Ah, hónapokig egy lélek se hozta egy nap, úgy hullanak az égből a messzi földről jövő látogatók, mint a tavaszi eső. Elcsigázott vagy utazó? Megijesztél? Egy fiatal nőt keresek, a neve Ceres. Ó, megtaláltad, vagyis majdnem. Épp itt járt a jány. Tudod, hogy merre ment? A jánunk érdekelte, a gyerekkoráról kérdezett, úgyhogy elküldtem Bergátorához és Erikhez. Eirikhez. Ilyen régi 2000-es évek custom szinkron munkáján nőtt fel, és ezt hozzá vissza. Kicsoda Berg Thora és Eirik? Who are Berg Thora and Eirik? Évekkel ezelőtt Eirik közel állt a Vényárhoz, az segített neki elnyerni Berg Thora kezeit. A falu keleti végében laknak. Munka közben én is mindig itt nézem, mert nem kell oda néznem, hogy tudja, miről szól a játék. Take care. Tessék. Jó, és akkor kell még vele is beszélnünk. A halásszal. Kéne valami? Gyere, gurítsunk le egy korsóval és beszéljünk. A Ceres-t keresem. Thanks, but I'm short on time. Looking for a girl named Ceres. Krachan Krét lányát? Itt volt, de nem láttam egy ideje. Kösz, semmit. Take care. A halász rögtön gurítgatni akart a vicsárral. Na ott van Berg Thora. Hogy kopasztja a csirkét. Nézzétek csak. Greetings. Keresek valakit. Akkor szerencséd van, őszintén szólva én már foglalt vagyok, de a falu teli bájos lányokkal. Witcher hangos kamiák nagyon ott mehetnének a streamelés felett, azt mondom. Sajnos azoknak csak a második könyvéig jutottam. Azt mondtad bájos? Láthatnám őket? Did you say lovely girls? Egyikük talán szívesen körülvezetne a szigeten? Hát ott van Veja, kedves teremtés, a kádár lánya, bár nem, neki kapa foga van. És Deborah, az helyre bakfis, csoda szép a foga, csak átbibír csak van a jobb szemin. Né, szeminé. Majának álom szép a képe, ha nem volna az a kis csontrohadás a lábába. Á, csodában most, hogy elmélázok, egyik jány sem igazán hódító. Kösz. Kösz. Hát valójában egyik sem bájos, mert mindegyiknek van valami baja. Kösz. Kösz az ajánlást, jó volt. Ceres keresem. A vékonykát? Bájos kell a szemek, igaz? És nemes házból való, de sovány a lelke, mint a kóró. Nem tudom, hogy hol van, és az apja. Mondd az öregnek, hogy higgadjon le, egy Skellige lány se veszik el a saját szigetén. Tehát egy Skellige lány sem. Jól van, pár órája járt itt, elment az emberem Eirik után. Beszélnie kell vele, azt mondta. A parton lesznek, a sziget másik oldalán. Köszönöm, minden jót! Narrátoros Bruce Lee filmek? De rég is volt már, hogy olyanokat néztem. Mármint, hogy Bruce Lee filmeket. Ja, szerintem amúgy tök jó, mert hogy így a legtöbb Witcher játékos szereti amúgy a játékot, de nem biztos, hogy minden könyvet elolvas, meg minden párbeszédet végighallgat, nem mindenkinek van ezekhez türelme, se ideje, főleg ideje, úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog így ebben a formában. De fura volt. Öld meg a folytó lidérceken. Behanyagoltad a könyvek olvasását, Laca? Hát mondom. Ez most egy nagyon 100%-olós végjátszás. Kurva, mújra te a piel! Gyűlnek, mint a sirály a hal bélre. Mi? Te, mintha a kövön ülve siránkoztál volna.
Á, ha én nem figyelmeztek ecsém, haleledel lennél. Tudd meg. És ha én nem segítek, addig összesziklen, még meg nem halsz és el nem rohadsz. Fejeszere, mert jó van, hát ahogy akarod, megmentettél, és akkor most masírozzak körbe a vidéken és dicsőítselek. Nem, csak azt mondnák, hol van Ceres? Holond vagy? Segítettél a tengeri ördögökkel, de attól még nem állok lepletykálkodni Ankrét lányáról. Eddig adószemén, hát érezd otthon magad. Vagy mi? Szóval meséljem el mindenkinek, hogy gyáva vagy. Megmondom, mi lesz. Elmondod, hogy hol van Ceres, különben mindenki meg tudja, hogy halálosan bejedve gubasztott el a sziklán és visongtál, mint egy fehér nép. Beszélj, amit akarsz, egy idegennek senki se fog hinni, ha egy szigetlakóról hazudozik. A járl áldásával jövök. Hát mi azt mondjuk, mi mindig azt mondjuk, hogy Axi. Azért mondjuk mindig azt, hogy Axi, mert ez mindig plusz XP. 40 XP. Hol van Ceres? Mondd meg! A járdról és a családjáról kérdezett. Odarik régi házához ment, arra a dombom. Köszönöm, így veled. Pedig sokszor érdekesek a könyvek? Ja, én se olvastam amúgy az előző végigjátszásban, legalábbis nem mindet szerintem. De most nagyon odafigyelek ezekre. Ja, persze. Első végigjátszás az már Zakika, igen. Hát nem is érdemes az első végigjátszásnál így ilyen tempóba, ilyen formán nyomni a gémet. Arra valóan New Game Plus. Arra találták ki. Hát igazából arra utalt Rikodu Senin, Semenz, aki most bizonytalansági állandó nevet visel, hogy örül annak, hogy válaszolnak neki a cseten, mert általában beírsz a csetre, és olyan érzésed van, hogy mintha bekiabálnál a tömegbe, de amúgy nem is figyelnek rád. Erre gondolt. De aztán lehet, hogy rosszul értettem. Witcher érzékei segítségével keresd meg Ceres-t az elhagyatott házban. Etheringben is elején elkezdtem olvasgatni az itemeket, azt meguntam, de másodjára elolvastam őket. Ja. Szerintem ez a jó. Hogy így elsőre úgy játsz a vége egy játékot, ahogy kényelmes neked. Nem kell fullosan, nem kell maxolni. Úgy játszod, ahogy jó neked, másodjára meg már meg is csinálsz mindent is, achievementet meg ilyenek. Ők annyira részletesen nem merültem el, mint így. Tehát nem szabad hozzám hasonlítani, srácok, nekem ez a második végigjátszásom. És hát ugye itt ki van tűzve, hogy 100%-ulunk, szóval nem szabad úgy játszani ezt a játékot, hogy szerintem elsőre, ahogy azt én teszem most. Készüljetek fel, ez egy kemény küldetés lesz. Emlékeim szerint ez egy kemény küldi. A pakolban itt valami komoly gondok vannak. Friss lábnyomok, talán Ceresé. Igen, itt komoly gondok vannak, ugyanis van pár láda, ami nincs kilútolva.
Hát általában az ilyen mélyebb tartalmú filmnek, játéknak, sorozatnak is úgy van értelme igazán, hogy így megnézed még egyszer, mert akkor már láttad, hogy mi történt, és jobban oda tudsz figyelni a részletekre. Egy pince kulcs. Nem írta ki amúgy a pince, hogy nem nyitható. Ceres. Passed out. Elájult, ki kell vinni innen. Mi történt? Hol vagyok? A fejem szörnyen fáj. Valami nehéz eltaláltak el. Geralt, miért vagy itt? Minket kerestelek, Krak aggódott. Hazaviszlek. Nem megyek, amíg nem segítettem Udarikon. A kard? Hol a kard? Vissza kell mennem. Nem és hová. Előbb hoztalak ki félholtan. De nekem el kell mondanod, mi folyik itt. Miért mentél be a házba? Segíteni akartam Udarikon. Tényleg furcsán viselkedett, nem tudom, hogy hogyan segített azzal, hogyha egy kísértett házba mászkálsz. Segített volna, ha meglelem a kardot. Jaj, benne van az izzakikam. Így van, így van. Mikor utólag jössz rá, hogy mit tettél a küldetés során és legszélesebben visszatölteni, de addigra már eltelt 5 óra, azt mégse csinálod vissza. Próbálok erre odafigyelni, hogy ilyen nem nagyon legyen. Miért olyan fontos ez a kard? Ez a Brokvár Udarikrán ősi pengéje. Szükségem van rá az Udarikon ülő átok megtöréséhez. Átok? Hosszú jó történet. Évekkel ezelőtt Udarik és a kisöccse összekaptak a kardon. Hagyomány szerint a klánkardot az elsőszülött fiúnak kell kapnia, Udariknak. De az apja Brokvárt az öcsének, Akinak adta. Hely, komoly sértés ezen a vidéken. Elég volt Udariknak, hogy megszegi Eszkeri Geszen törvényét és megkérdőjelezze apja döntését. Gondolom az öregjár nem hagyta annyiban. Egy kőalomhoz láncolták Udarikot, derékig a tengerben. Ott töltött 3 napot. A büntetés végeztével kiment Akival halászni. Barátok lettek? Most likely their father thought some hard work at sea together would fix things between them. Sok mindenre használjuk gyógymódul a hajózást. Sajnos ezúttal nem vált be. Vihar tört ki, és aki a vízbe zuhant. Udarik minden rejével a vitorlákat kezelte. Nem hallotta az öcsét, csak amikor már késő volt. Nem hallotta, vagy nem akarta. Némelyek a szigeten szintén kételkedtek, de hangosan senki sem mondta ki. Szerinted Udarik ölte meg az öcsét? Nem akarok meggondolatul ítélni, de abban biztos vagyok, hogy bármi is történt aznap a tengeren, az most hatással van Udarikra, mégpedig erősen. És közel állt a kardhoz is. Minek neked a kard? Gondoltam, aki szelleme vissza szeretnék kapni. Testvér szelleme. Miatt az eszembe tudom, az beszélték Udarika kiválasztott, aki ez az istenek szólnak. Régen elhittem, de most bizonyos dolgokat tekintetbe véve, szerintem csak kísérti valaki. Méghozzá a halott öccsem. Én napok múlva vettem észre, hogy nem adtam oda ennek a Megascope kristályt, úgyhogy jól becsíteltem konzolon parancsal az inventory, de már az se segített. Szerintem az azért van amúgy, ha tippen nem kéne parfüm kollektor, mert ugye opció, hogy odaadhatod Trisznek, megmutathatod ilyennek, és odaadhatod ilyennek. Na már most, hogyha valamelyiknek megmutattad, akkor a másik már nem fogja megnézni, hogy
izé mit tartalmaz, és nem is biztos, hogy mindenkinek oda tudod adni. Szóval, hogy ez olyan... Ja. Honnan szedted ezt az ötletet? Daring theory. Not breaking any of your laws just by thinking it. Don't care. Nem érdekel, nem hiszem el, hogy az istenek szólnak. Láttad őt? Csupa forradás. Gondoltam, csatában szerezte őket. Ha a szívben és a fejbe dúló túlsakodás csatának nevezett, kérdeztem erről. Azt mondta, a hangok parancsolták, hogy sebezze meg magát. Az istenek dicsőségére. Én nem hiszem. Szerintem nem az istenek azok, hanem aki. Gondolod, hogy Aki bosszút akar állni Udalrikon? Beszéltem Jordal. Esküszik rá, hogy Udalrik nem hallotta a hangokat Aki haláláig. És nem hiszem, hogy Jord téved. Mindkét fiút ismerte Csecs szopó koruk óta. Szerintem adjuk Bokvárt Akinak, később békén adja Udalrikot. Nem rossz ötlet, mert élve, hogy egy szellemmel van dolgunk, de valahogy nem áll össze. Mi az? Aki a tengeren halt meg, magad mondtad, de a szellem a házukban kísért. Aki és Udalrik itt éltek, talán ezért? Köszönöm a segítséget, Geralt, de meg kell szereznem a kardot. Szó sem lehet róla, majd én. Tényleg? Köszönöm, akkor mehetek Udalrikhoz. Semmiképp, gyenge vagy. Újra elállj, el is ájulhatsz útközben. Várj itt, aztán együtt megyünk. Got a minute? Jó, ennyi. Farewell. Pedig akartam mondani, hogy persze, mindjárt megmentjük Udalrikot, csak mehetne egy kör Gwynt. Keresd meg a Brockvár nevű kardot. Egy pillanat. Aha, nincs hang valamiért, még mindig. Ez akkor biztos, hogy a Windows frissítés miatt van. Nagyon szépen köszönöm amúgy Pikodú Szenin a támogatásodat, az első ajándékodat a csatornán. Köszi szépen, hogy ezzel Miyagi-kó 5. hónapját lehetővé tetted. Köszi szépen. Azt mondja itt az internet, hogy Eanter ezt a megmozdulást, hogy ide feljövünk, ezt akkor kell megcsinálni, miközben ez a küldetés van, mert utána elérhetetlen lesz ez a hely abból a házból. Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. Szia, Szeszerian. És köszi szépen, srácok, a pergetést. Az Igni jelerősége megnövekedett. Legalábbis ha nem a ház lesz zárva, de ez a szoba mindenféleképp. Majd időben így van, időben megtudjátok, hogy ki lesz az. Valaki visszarakta a deszkákat? Az korrekt. Ja, valószínűleg utána is megszerezhető, csak ezek a deszkák már nem mozdulnak, meg ez az ajtó valószínűleg nem nyílik. Legalábbis ezt írtánk itt.
Tehát azt írják, hogy ez a szoba zárva lesz, miután megcsináltuk a questet. Megszerezhető az az erőhely, csak másznot kell, úgymond. Ja, fel lehet ugrálni, igen, igen. Folyik rá a feketesség. Mondd el Szerisznek, hogy megtaláltad a kardot. Mi ez az egész? Megvan a kard. No, megvan a kard. Jól van, menjünk. I found it. Let's go. After you, then. Csak te utánad. Menjed Udarikhoz, Szerisszel. Te is az apámval a barátok voltatok, igaz? Remélem, még mindig azok vagyunk. De hát úgy hallottam, csúnyán összekaptatok valamin, vagy valakin. Arra az esetre gondolsz, Yennefer-rel? Az már nagyon rég volt, még azelőtt, hogy Frank megismerte volna a nőt, aki az anyád lett. De te és Yennefer már ismertétek egymást. Ő a dolgok sosem mentek simán Yennel. Mi van bennem? Mi vonz benne téged? Nem tudom, talán az, hogy sose választottam a kényelmesebb és könnyebb utat, a nyugalmat és a csendet. Na, látjátok? Ezért a megszólalásért is, ez is alátámasztja azt, hogy a lore alapján Geralt az miért való Yen. Na ez aztán a férfi, azt mondták. De amúgy a Ceres is szimpi karakter. Hol van Yennefer? Nem tudom, miért kérded? Vagy miért hatta, hogy egyedül gyere ide? Hogy érted, hogy hagyta? Semmi, csak az volt az érzésem, hogy nem szívesen veszít szem elől. Nézd, itt vannak. Rettentő világos van idekint. Szúrja a szemet. A friss levegő jót tesz. Az Istenek nem fognak örülni. Jarl, uram, a vendégek, emlékszel? Mi történt? A kezeddel. Feláldoztam az isteneknek. Bocsáss meg neki, Jarl. Geraltnak még sokat kell tanulni a szokásainkról. Szkerigén közel vagyunk az istenekhez, és minél jobb a viszony, annál nagyobb az ajándék. Hitünk szerint a legnagyobb, amit egy férfi felállhat, a fájdalma, a szenvedése, a legtisztább áldozat. Az istenek hallani ajándék, nem áldozat. Az isteneket hallani ajándék, nem áldozat. Ami a hangokat illeti. Az istenek hangja. Az öcséddel kapcsolatos a dolog. Igen, kicsit fanatikus az úr. Beszéltem Geraltnak akiről. Arra jutottunk, hogy az istenek haragosak rád, de az öcséd az oka. Ezért kell bocsánatot kérned magától, akitől. Én nem akartam. Aki a vízbe esett, én... Az istenek dühösek lesznek. Szia, Nadrana.
Ne félj. Let me help you. Megígérem, hogy mindent megteszek, hogy ne haragítsa meg az isteneket. Milyen jól kezeli Geralt. Hallgass a Witcher-nel járulam. Engesztel ki akit, és bizonyosan örömet szelt el isteneinknek. Mondjátok hát, mit tegyek? Emlékszel, hol esett a vízbe, aki? A sziget keleti végénél, az öböl szájánál. Az áramlat Ulalatűje felé sodort bennünket. Veszélyes hely. A csalóka örvények minden évben elnyelnek pár tengerészt. Oda kell hajóznunk. Aki szelleme nem nyugszik meg, míg a brofárt vissza nem adjuk földi maradványainak. Ne. Az istenek mérgesek lesznek. Érzem. Egyet se félj, árulom. Az istenek szeretnek, ahogy akit is szerették. Bizonyosan ezt akarják. Talán ott a vitorlászatok. A kardot vissza kell adni. Ez a lényeg. Hogy ki viszi, nem fontos. Mit keresek? Volt akinek valami, ami segít felismernem? Valami, amit viselt, és ami egy ideig megmaradt a víz alatt? Igen, a klán gyűrünk. Az elég lesz. Elvileg ezután a küldetés után bugol be az a kincskeresős küldi, amit ott akartam csinálni. Legalábbis én anno ezt találtam az interneten. Helyezd el a brokvárt Aki csontja mellett. Mindjárt elfogynak a párlatok. Mostanában Veleszei teszik ezt a küldetést ilyen kellemessé, én nem voltam ennyire megértő. Hát nem emlékszem, hogy annól én hogy döntettem. Nél a küldinél. Tehát ugye itt mi már tudjuk, hogy mi történt. De nem mondom el nektek. Kell egy macska. Must be the place. Ez lesz a hely. Ez lesz az a hely. Haló? Geralt? Geralt, minden oké? Okay. Geralt, hát lőd mellem. Na végre. Wow, és amúgy már úgy megtaláltuk a hulláját, hogy még nem is volt felvéve az a quest, mármint hogy így nem tartottunk ott a progressbe, de durva. Hát hogy mi már ezt a hullát láttuk, amikor a kincskeresős küldi volt. Wow. Nem látom, hogy ez bármit is elért volna. Ideje meglátogatni Udarikot. Ulala, tűje. Jó van, szia, szia. Vagy Ájóvánsz. Ideges vagy üvölteni szeretnél? Mit tart vissza a nadrena?
Már nem kell az ezüst kard. Tessék, ő például üvöltött. Sok minden megvan? Hát attól függ, mire gondolsz, szerintem sok minden megvan. Miért tetted? Muszáj volt, az istenek parancsolták. Mi ez? Udarik a hangok, azt parancsolták, szúrja ki a szemét. Mi? Miért csináltad? Ez volt az istenek akarata. Áldozat Akiért. Jézusom, gyökér. Mit mondtak pontosan az istenek? Emlékszel rá? Mit mondtak? Mit akartak? Mérgesek voltak. Egy hang így szólt. Te nyomorult aljadék! Nem segítettél Akin, és most nem hajoztál ki, hogy bocsánatért esedez. Nyomd ki a szemed, szenvedj és bánd gonosz bűneidet. Jaj. Az egész végigjátszást vissza lehet nézni valahol? Persze. Persze. Szia, Tektoid! Ott van a leírásban az archívom csatorna, persze, hogy vissza lehet nézni. Ó. Katolikus egyetem. Mik vannak a nadrana? Köszi a linket, Szemenz. Mikor szóltak hozzád az istenek? Kevéssel utána. Álom szállt rám. Lefeküdtem el, csak akkor felték fel nekem akaratukat. Mindig alszol, mikor szólnak hozzád? Mindig. Mit szoktál látni? Próbálnak egy bizonyos helyre hívni? Régi otthonomban. Parancsolják, hogy gyújtsak fákját. Aztán beszélnek az árnyékok közül. Opácska! Valamiért nincs hangja az alertnak, de lehet, hogy alert sincsen. Már nem tudom minden esetre. Nagyon szépen köszönöm a rédet, Sirius. Hogy tetszett a sáp ez? Láttam, azt te csapattad ma. Köszi szépen a rédet. Sziasztok, sziasztok. Egy erőszaktevő zaklatót sajnálgat, hogy barátom, és kibuktam. Ó, értem, Anadrena. Sziasztok, sziasztok, rédelők. Leginkább beszélgető sztini volt. Ó. Láttad őket valaha? Az isteneket? Vagy mindig csak árképébe jönnek? Egyszer felszívtam magam, összeszedtem a bátorságom, és álmomban fényesen lobogtattam a fáklyámat. Akkor ködös figurát láttam ülni az árnyékban. Elég benne ez a Witcher Guide, nekem általában az szokott lenni, hogy elindulok az első küldi felé, szembe jön pár vadállat, néhány haramja, egy kis mellékküldés, level 15 vagyok, mire a level 5-ös főküldéket elkezdem. Ja. Ez velem is meg szokott esni. Igen. Na majd megnézem, kíváncsi vagyok, hogy Sirius mit szóltam a gamehez. Az istenek nem szeretik a fényt. Mi most épp egy nyomozásba vagyunk. Álmaimban időnként látom az alakjukat, mikor a fáklyák nagy lánggal égnek. Nagy megtiszteltetés az isteneket látni, talán ha világosabb lenne a házban, látnád őket ébren is? Közrendű emberek nem érdemesek rá, hogy az arcukra emeljék tekintetüket. Mindig fájdalom áldozatot követelnek? Csak az van kedvükre, így többet és többet kérnek. Ceris, beszélnünk kell. Visszaadtam a kardot, de nem változott semmi. Nem a fivére szelleme kísérti és kínozza. Mi baja van hát?
Beszélhetünk valahol négy szem közt? A vendégszobában. Gyere. Az árnyék az nem egy emberi árnyék volt. Nos, tudod mi az? Egy furdaló. Egy utánás utánról származó lény, ritka és veszélyes. Gonosz tetteket elkövető emberekre aggaszkodik rá. Évekig táplálkozik fájdalmukból, fűti bűntudatokat, végül a furdaló arra kényszeríti áldozatát, hogy megcsonkítsa magát. Kellemetlenül hangzik, le lehet győzni valahogy? Két módszer van rám, elvileg. Nem érted, hogy hogy lehet a guide alapján haladni? Hát a guide az igazából abban segít leginkább, hogy megnézed a küldit, ami éppen jön veled szembe. Megnézed, hogy mit ír a guide róla. Ha semmit, akkor csináltad nyugodtan. Ha ír valamit, akkor vannak hozzá érdekességek, illetve ha olyas valamit ír, hogy ezt csináld meg az után, vagy az előtt, akkor érdemes így fejbe tartanod azt. Persze ez komoly logisztikát igény, hogy mégis hogy akarod pontosan csinálni. Tehát oda kell figyelned a sorrendekre, hogy mikor milyen küldit csinálsz, nem egyszerű guide alapján játszani. Itt igazából ez egy olyan guide, mármint én úgy követem ezt a guide-ot, hogy a lehető legtöbb küldetést meg tudjuk csinálni. Ahogy amúgy Szemáz is leírja. Van a vicserek módszere, és megpróbálhatod átverni. Azt mondják, a fordulót meg lehet téveszteni. Úgy kell tenned, mintha valami borzalmasabb művelnél. Akkor átszáll rád, hogy te légy az új. Amikor ráébred, hogy átverték, kénytelen távozni. Remek, próbáljuk ki. Nem ismerek senkit, akinek sikerült. Hát, talán még senki... Mi ez a másik lehetőség? A vicsenek szörny határozói szerint egy éjjel kell a forduló fészkében töltened. Az érintett egyénnel. Úgy érted a kísértetházban? Nem éppen itt hely, de gondolom aludtál már rosszabb helyen is. Nem az alvás a lényeg, a fordulót elő is kell csalogatni, elő kell jönni az árnyékok közül és megmutatni a magát. Másképp nem tudjuk megsebezni. Ő pedig mindent belead majd. Láttad Udalrikot? Nem lesz könnyű harc. Tudom, hogy kétségeid vannak, de legalább meg kellene próbálnunk átejteni a fordalót. Talán nem olyan egyszerű, amilyennek tűnik. Amúgy egyik módszer sem tökéletes. Hogy érted? Nagyon nehéz megvezetni egy fordalót. Démonokat hihetetlen nehéz megkiveszteni. A cselszövő ráadásul nem tudhatja, hogy csali. A fordaló megtámadja a bűntudatos embert, aki valóban úgy érzi gonoszságot tett, felerősíti lelki fordulásukat és abból táplálkozik. Ez szerint, ha az új gazda nem érez igazi szomorúságot, azt a fordaló észreveszi. Igen, tehát, hogy ez működjön, ha bármelyikünkben felmerül egy ötlet, nem mondhatjuk el a másiknak. Pontosan. És mi a másik módszer? Nem biztos, hogy Udalrik túléli. Tudod, hogy a forduló megpróbál végezni Udalrikkal? Nem. Akkor elveszíteni a gazdatestet? De Udalrik esetleg nem bírja tovább, már gyenge, és a ház fájdalmas emlékeket ébreszt majd. A forduló számára ez egy lehetőség. Minél több fájdalmat okoz a fordaló Udalriknak, annál erősebb lesz. És rád annál veszélyesebb. Mindkét módszer kockázatosnak tűnik, de szerintem érdemes kipróbálnunk a megtévesztést. Nem tudom, hogy meggyőztél-e. Csak azt mondd, kérlek, hogy ilyen ügyekben is Yennefer tanácsát kell kérned. Ha nem jut eszünkbe semmi, a Witcher módszert még mindig megpróbálhatjuk. Mi volt ez Yenneferrel? Már többször is megemlítetted. Semmi, csak észrevettem, hogy gyakorta egy véleményen vagytok. Tehát szerinted papucs vagyok? Nem olyan nagy dolog az, láthatóan minden férfival megesik. Legyen az a garázdasz kelléki deréklovag vagy kemény vicser, mindegy új nő, micsoda? Mindegy nő újja közé csavarodik.
köré csavarodik. A DLC-ket is csináltad már, pedig a Blood and Wine az nagyon jó. Csináltam már a Blood and Wine-t is, csináltam már a Hearts of Stone-t is, viszont ez a második végigjátszásom. Itt még nem csináltam egy DLC-t sem, amúgy meg tudjátok nézni, hogy miket csináltam, anélkül, hogy spoileres lenne a kérdés, a felkiáltó el Witcher 3 lista alapján. Mind egy nő ujjal köré csavarva végzitek, aha. Tévedsz! Lehet, hogy bizonyú csam tévedsz, azt kell tennem, amit mondasz? Amíg a nevem nem jönne fel, senki sem nevezett téged napusnak ezért. És emlékezz, ha nem jut eszünkbe jó megtévesztés, még mindig csinálhatjuk a te módszereddel. Jó, vezessük meg a fordalót. Fura átkötés volt amúgy. Jönne felről a fordalóra. Egy pillanat, megnézem, hogy van-e itt még valami tennivaló. Jó, menjünk. No reason to delay. Kéne meditálnunk. Biztosan működik, ha a varjak nem raknak fészket a kéménybe. Ja, akkor a kemencéről beszél, gondolom én. Utasd át a házat és találd meg a módját, hogy előzd a fordalót. Jó kézműves munka, biztosan a kontinensről való a készítő. Siri. Wow. Siri, nem ez lehetetlen. Damn it. El akarsz bátortalanítani? Jó, tehát félsz. Haha, hoppá. Összetörték. Udarik attól féletet, hogy meglátja maga mögött a lényt. Hét évig bal szerencséje lesz a bolondnak, aki összetörte. Szerintem már mindegy. Egy régi bölcső. Biztosan Udariké vagy akié volt. Geralt! Arra amúgy érdemes figyelned, hogyha valaki már újra akarja kezdeni a játékot, első végigjátszás után, érdemes az elején már... Mindjárt szerint. Szóval, hogy érdemes meghatározni az endingeket. Ugye van játékending, ami főleg arról szól, hogy mi lesz Sirivel. De van Geraltnak is endingje, van annak is endingje, hogy ki lesz a vezér, Emperor Emir, vagy Radovid. Van ending, hogy... milyen ending van még? Ja igen, hogy ki lesz itt a Skellige uralkodó, és szóval, hogy ezeket érdemes így kitűzni, ezeket a célokat. Először azt hittem, hogy csomószor Geralt hátsóját csekkolod ilyen sokszor, aztán eljöttem, hogy ott van a felirat. Ja, igen. Igen, igen. Szevasz, Dani, szevasztok, srácok. Na, mondjad, Ceris. Van egy tervem, ami talán működhet. Tosabban? Itt kell várnod, nem tart soká. Még valami? Magad mondtad, a részleteket nem tudhatod, úgyhogy semmi egyéb. Egyszerűen bíznod kell bennem. Bízom benned.
Ó, ez kemény lesz, srácok. Én is. Szóval, kezdhetjük? Kezdjük. Jól van, hamarosan visszajövök. Közben rakd tüzet a kemencében. Ott, a lány a régi ház felé fut. Kapjátok el! Fogd! Tedd a kemencébe, bíz bennem! Vigyázzatok meg, ne sérüljön a gyerek! Add a babát! A kemencébe, dobd a kemencébe! Ez? Hát itt lepauzoltam a játékot először. Itt konkrétan lepauzoltam a játékot, hogy WTF! Bele kell dobni a kemencébe a kölköt. Átment ránk a furdaló. Miért? A Witcher nem követett el bűnt. Itt nem lesz se kétségbeesés, sem bűntudatot, csak döbbenetet és megkönnyebbülést. Megtévesztettek, távoznod kell. It's over. Vége. Over. Vége? Besaptuk a fuldalót, azt hitte megöltem a gyermeket, és ott hagyott téged, hogy engem kísértsen. Az én lelkiismeretemet rágja. Amikor meglátta, hogy a baba épp és sértetlen, mennie kellett. Szabad vagy, Jarl. Szabad. A fuldaló elment, és vele a kínzó hangok is. Menjünk innen. Ez a küldetés csak elsőre nagyon durva. Mi történik? Forog velem a világ. Forgok egy örvényben. Geralt, azt mondtad vége? Ez csak kimerültség. Idővel az elméje megnyugszik. Mit? Most mit csinálja? Rendben leszel. A lényeg, hogy ne add át magad az önsajnálatnak. Úgy érzem, mintha valaki elszakított volna tőlem valamit. Így szokott lenni. A fuldaló egy parazita volt. Paraziták és a gazdája között szoros kötelék alakulhat ki. Ezért érzel most ürességet. Néhány nap vagy hét, és rendbe jössz. Köszönöm. Azt hiszem, ég veled. Vele megyek. Zavarodottnak tűnik. Mi a terved? Maradok pár napot, meggyőződöm róla, hogy egészséges. És te, Spike rugon maradsz? Még nem tudom, így kell gondolnom. Jennifer biztosan türelmetlen már. Azt hittem, ezt már megtárgyaltuk. Persze. Ég veled, Witcher, jó szelet és nyugodt tengert neked. To you too. Neked is. Viszlát. Az létezik, hogy én ezt a küldetést adtam? Létezik, aha.
Simán lehet, nem főküldi, úgyhogy végig lehet menni anélkül, hogy ezt megcsinált. Sőt, konkrétan kristályos eszenciát kaptam. Sőt, konkrétan végig lehet menni úgy a játékon, hogy kihagyod azt, hogy vezetőt választanak a Skelligiek. Konkrétan. Nem a bestiárium kell nekünk, hanem a szereplők. Arnvald, az Ankrét járlok megbízható udvarmestere. Gudhalf elhunyta, után feladatai egy részét a jár pohánuka Arnvald vette át. Ez az idős Skelligi nem rendezett elődje tekintében, de így is sikerült magát szolgálatának eszendei során nélkülözhetetlenné tennie. Hatáskörébe tartozott egyebek közt Kártról de Kamrainak és pincének feltöltése, az ott élők ellátásának biztosítása, valamint a rangbéli vendégek elhelyezése, lakomák és más fontos rendezvények idején. Pillanat. Királyi húzás. Akkor meg lehet most a küldünk? Így van. Megszállott az a küldőnek a neve. Szia, Madari! Reggeli az töltött húsi volt kenyérrel. A bizonyítékok mérlegelése után Geralt arra a következtetése jutott, hogy Udarikot nem kísértet szállta meg. Micsoda? De igen, ott tartunk. Nem kísértet szállta meg, ahogy Ceres gondolta, de őrült sem volt, és az istenekkel sem beszélt, ahogy Skellige számos lakója véltem. A helyzet sokkal súlyosabb volt, egy különösen rossz indulatú lidérc, egy fuldalról szállta meg a járt. Geralt és Ceres így azt kellett kisüsse, hogyan szabadíthatják meg Udarikot ennek a gonosz lénynek a hatalma alól? Szerisztek remek ötlete támad, becsapják a furdalót. Geralt úgy döntött, bízik a lányban. Szerisz elmenekült, elragadva Udari gyermekét a bölcsőből, és visszarohant az elhagyatott házba, sarkában a járlal és testőrségével. Eközben Hjort, akit Szerisz beavatott a tervében, és akitől segítséget kért, észrevétlenül beosont a házba. Mikor odaért, Ceres ráparancsolt Geraltra, hogy hajítsa a gyermeket a forró kályhába. Bár ez a látszalagos eszelős kérés váratlanul érte, Geralt azért belement, remélve, hogy ez is a terv része. Nagy megkönnyebbülésére az volt. A furdaló, aki azt hitte, Geralt gyerekgyilkos, elhagyta Udarikot, hogy az új, még több bűnnel sújtott áldozatába költözzön. De amikor kiderült, hogy a gyermek sértetlenül megúszta, a gonosz lénynek távoznia kellett az éterbe. Ceres csele és a Witcher hideg vére megmentette Udarikot, megszabadítva őt végre a gyötrelmeitől. Múltkor néztem a legirreálisabb gameplayt, amit a gamer 4 évig rakott össze, hihetetlen, hogy milyen abszurd döntésekre is vannak reális válaszok. Igen? Hát a testőrök azok kapták, na ja. Azok kapták. Na, tehát, Ceres. Még Skelligén Geraltnak végre esélye nyílt találkozni Ceres Ankréttel, Krakki gyermeke közül a kisebbikkel. A lányt közeli barátai csak Karvajnak hívták, vad volt és eltökélt, valamint fürge, ahogy a neve is sugallja. Ceres egyben igazi szigetlakó is volt, apja kiköpött mása. Örököltem minden bátorságát, határozottságát és makacságát. Rettentetlenül és elszántan igyekezett minden alkalommal bizonyítani, hogy nincs olyan feladat, amiben ne lenne olyan jó, vagy jobb, mint bármelyik férfi a szigeten. Beleértve, és kivált kép, bátyját. Noha a Cerisnek az a döntései, hogy igényt jelent be a Skelligi trónra, mindenki más megdöbbentett, ő előzetesen alaposan átgondolta a dolgot. Mit mindig most is megpróbálta lefőzni bátyját. Így olyan nagy hőstettet szándékozott végrehajtani, amivel elnyeri mindenki elismerését és tiszteletét. Ezért elhajózott Spike rúgra,
hogy megszabadítsa Udalrikjárt az őt láthatóan átokként gyötrő furcsa nyavajától. Szeris megtette, amit maga elé tűzött célként. A Witcher segítségével megszabadította a Brockvár klán vezérét, az őt évek óta gyötrő Lidérctől. A Skellige szagák hemzsegnek az elmúlt korok harci fő... A Skellige szagák hemzsegnek az elmúlt korok harci főnökeit és bátor harcosait zengő dicsimnuszoktól. Alkraknak, az Ankrétiárnak és Kertrolde urának szagája mindent túl fogja ragyogni. Elzengi erejét, bátorságát, éles elméjűségét, bőkezűségét, a barátaihoz való hűségét és könyörtelenségét, mikor ellenségeit üldözte. Akad majd néhány túlzás eregében, mert Krak, a Skellige járlók leghatalmasabbika, valóban rendelkezett egy hős minden jellemzőjével. Rettegést keltett ellenségei szívében. Mi több, a Nilfgaardi anyák az ő nevével riogatták a gyermekeiket, és az egész birodalom csak suttogva beszélt a hírhet Tirs Is Muiréről, a tengeri vatkanról, aki egész partvidéki tartományokat tarolt le gyakori és szörnyű portjái során. Geralt nagyon régóta ismerte Krakot, még abból az időből, amikor az ifjú Krak megkérte Ciri anyjának, a hatalmas pavettának a kezét. Krak könnyedén magának követelhette volna a trónt Bran halála után, de ő inkább fiának, Hjalmarnak az igényét támogatta. Mikor Ceres közölte szándékát, hogy ő is harcba száll érte, a jál őt is biztosította támogatásáról, és egyik gyermekének sem kedvezett a másik kárára. A szigetlakók számára a becsület a legbecsesebb erény, így Krak habozás nélkül beleegyezett, hogy megtartja sok évvel korábban a maga és klánya nevébe tett esküjét, és segítette a Cirilla utáni keresést minden eszközzel, amit csak Skellige nyújtani tudott. Na, hát itt még egy, itt van Yort is. Szerény véleményem szerint a legtöbb, amit az ember abból tanulhat, hogy kibelezett állat zsigereit bámulja, nem több, mint hogy szerencsétlen jószágot gyötörjék-e élősködők. Mindazonáltal Yort, mint számos másik Skellige druida, igencsak bízott a mind a béljóslásban. Ez olyan fura. Igencsak bízott a béljóslásban, mind a tenyérjóslásban, valamint az álomfejtésben is. Noha ez utóbbi érthetőbb, mivel az álom az egyén lelkihez vezető királyi út. Úgy hillett, hogy igen komoly tiszteletnek és megbecsülésnek örvend a szakmája beli között, és hogy nem egyszer pontosan jósolta meg a jövendőt, és értelmezte a bágyú álmok jelentését. A druida teljes szívvel kötelezte el magát a Brockvár klánhoz, tudása és képességei pedig kiváló tanácsadóvá tették, akiben Spike Rook járja, Udarrik, Anne Brockvár végtelenül bízott. Jól megpróbálta enyhíteni a jár furcsa állapota okozta szenvedésen, de minden erőfeszítése dacára sem sikerült megállítani a Udalrik szellemi állapotának romlását. Oké. Okay. Na. Gerándnak a járral folytatott négy szemközti beszélgetése erősítette meg a pletykánkat. Udalrik meg volt győződve róla, hogy az istenek szólnak hozzám, jós álmokat küldenek és áldozatokat követelnek. Az Udalrik és fivére, aki között a családi kard miatt kitört viszály története, új fénybe tüntette fel a jár titokzatos gondjait. A hangok, amelyeket hallott és amelyek azt követelték, sebesítse meg önmagát, bosszú álló szellemre utaltak. Udalrik egyre mélyebbre és mélyebbre merült az őrület mocsarában, így tolta ki saját szemét, törleszve meg nem határozott bűneiért. Végül Ceres találékonysága szabadította meg a járt, az őt gyötrő Lidérctől. A jár így végül meglelte békéjét. Jó, még itt van pár dolog, van pár bejegyzés, amit jól lenne elolvastunk majd. Na,
Hát igazából ezzel a Spike Rugi kalandunk véget ért. Tehát, hogy itt most még talán egy vagy két küldetés van, ilyen melléküldetés, meg van kincskeresés, de hogy igazából kész vagyunk. Megnézzük, hogy mi újság bent. Udarik nem beszélget velünk. Szerisz meg közben itt leült. Van egy perced? Hoppá. Farewell. És Jort, hol lehet? Jó van. Akkor meg vagyunk. Jól van. Na. Elmegyünk a kérdőjel felem. Aztán elmegyünk a sziget másik vége felem. És ha marad idő, akkor még a kérdőjeleket is szedünk majd fel. És akkor a következő streamben lesz meg a kard fejlesztés. Csak mert akkor így lenne kerek a küldi. Ott egy ellenség, és kincsvadászat van. Az gond. Jól beleállt a fejébe a kard. Talán jó lenne itt körülnézni. Volt náluk a gyapot. Ó, basszus. Whoops. Geralt nem tudta elkapni a fát. No.
Vajon megmaradt az olvasásunk? Jó, az megmaradt. Jó, mivel most ennyit kéne futnunk, szólunk. Respect, Witcher, respect! A Witcher őre. Van bokatörésre is spotia, csak az a helyzet, hogy ez már nagyon halálos volt neki. Na. Gyere, keszeg. Jó, jó lesz, keszeg, jó lesz, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, hopp, hopp, hopp. Move it. Hova küld minket amúgy? De hát nem, ja, értem. Na mindegy, szóval, hogy mi oda akarunk menni. Megöljük őket, utána mentünk egyet. Hogy átjött a falon. Jó. Balta fej. Le ne esd nekem, magaddal viszed a lootot. Mondjuk így is magával vittem, mindegy, mindegy volt. Szóval azt mondják, hogy jó lenne itt körülnézni. Jó, mentünk még egyet. Elolvassuk, hogy mi van itt. Egy régi őrtorony romjai, amelyben a legenda szerint egyszer egy őrült koviri hercegnő bezárkózott. Mert meg volt róla győződve, hogy csak az a férfi lehet a hitvesem, aki megszabadítja őt ebből a toronyból. Abban azonban senki soha meg se próbálta. A hercegnő aggkori végelgyengülésbe hunyt el, a torony pedig romlásnak indult az idő múlásával. Hát remélem jól mondom a neved, Shairoe, köszi szépen a támogatásodat, üdv imáron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Srácok, tessék szépen bergetni a szövegeket, és nagyon szépen köszönöm, hogy a Prime-adat te is rám használtad el. Szia, Willy! Még azok is tudják pergetni, akik nem feliratkozók, így van. Hát azt hitte, hogy a mesék azok valósak lehetnek azzal, hogy bezárkózik egy toronyba, hát senki nem jött érte. Yeah.
Mr. Vaják is itt van a chaton. Szervusz. Most már mentettem, most már odafigyeltem erre. Mégsem? De odafigyeltem. Azt mutatja. Ó, megvan. Tudtam én, hogy itt valamit parkőrözni kell. Ott van. Remek mívű farkas nadrág. Farkas iskola felszerelés, fejlesztés, a hatodik rész kész van. Pipa. Talán szólt volna valakinek az ötletéről, akkor talán lett volna esélye. Ő csak így nyomja. Ő csak így nyomja. Hát mint a mesékbe. Hát a mesékbe olvasol valamit, akkor az csak beválhat, nem? Meg a Possession-t is most már kipipálhatom. Van itt a listán egy olyan küldés, hogy... hogy Fingo trollok. Itt pedig a medve iskola felszerelések küldetés. Be is rakom. Ez a szirén barlangja lesz. Micsoda bűz, nekrofágok? Nem jó, nem jó, nem jó. Ezek ide vezet valami küldetés, méghozzá az egyik megbízásunk. Ez nem jó. Francba. A 4 másodperc előtt a levő mentési pont kell nekünk. The ugliest man alive and the victim of a curse was the key to finding the young woman. Na. Most. Stinks of carrion. Necrophages. Ne! Miért? Jó, akkor csináljuk azt. Az 4 perccel korábban. Úgy sajnálom, hogy Xboxon nincs magyar szöveg. Miért ne lenne? Minden platformon van magyar szöveg a Witcherhez. Na. Szevasz, Kizó. Nem örülök, hogy ezt most újra kell csinálni, de hát most van ez így. Vágtas keszeg.
Szóval nem tudjuk csinálni ezt a küldit, mert hogy itt van egy olyan küldi, ami közbeszól. A megbízás, itt jön a vőlegény, ezt fogjuk mindjárt csinálni. Elmegyünk oda a megbízóhoz, és elolvassuk gyorsan egyébként, hogy miről lenne szó. Izu-kizu. Holnapra egyébként jut eszembe, gyűjtsétek a trófákat. A Vampire Survivors-ezés alatt játékok lesznek kisorsolva. A Brookfair Clan falujában Spike Rughan Geralt elvállalta egy felkutatásra és kimentésre vonatkozó megbízást. Kevin, aki a jutalmat kínálta, azt állította, hogy az eltűnt férfi betolt és elmenekült a jegyes elől, de a nő, Brit, kitartotta mellett, hogy szerelmét egy szörny rabolt el. Már is nézzük. Jó. Hát ez lesz a Here Comes the Groom nevezetű küldi. Írnak erről valamit? Semmit. Jól van, hát akkor mehet, csináljuk. Ezt a küldit el lehet kezdeni úgy, hogy felvesszük a tábláról, és úgy is el lehet kezdeni, hogy bemegyünk a barlangba. Most, hogy meglett a PC-en, a Witcher 3-at is kimaxolom majd fullos grafikával. Na, az jó lesz. Én nagyon sajnálom, hogy RTX-et nem tudom benyomni, mert hogy nem bírja a gép. Hát, hogy nem ide valósi vagy. Mit hozott? Speaker Rug. Oké. Okay. Olvastam a felhívást. Úgy, a húgom mennyiukat beszélt a hasamban, annyit nyaggatott. Kiraktam a fölhívást, hát ha akkor abba hagyja. Az igazat megvalva nem igazán számítottam, hogy bárki is jelentkezik. Miről van szó? A húgom mátkája eltűnt. Azt mondják, csak lelépett, de a húgom látta, hogy egy szörny ragadt el. A nővére történte, valahogy az az érzésem, nem hiszed el. Hol jobban megvoltak, hol rosszabbul. Nézd, vérbeli szoknyavadász, Brittel pedig nem könnyű együtt élni. De a család szent, hajlandó lennél ennek utána nézni? Túl kevés a jutalom. Szia, Bobby! Hozd haza, és nem leszek fukar. Valami kézzelfoghatóbb kéne. Egy összeg. Előbb nekem is valami kézzelfoghatóbb kell. Mi történt Nils-el? Kettő 90. Rendben, elvállalom. Elsőként is a húgoddal kell beszélnem. Britnek és Nilsnek volt egy kedvenc helye, a sziklák a falutól északra. Amióta a fiú eltűnt, a húgom arra bóklászik. Köszönöm, megyek, megkeresem. Mizu, Bobby. Szerintem én is rámegyek még egyszer, szerencsére évekkel ezelőtt pörgettem utoljára. Én 6 éve a Blood and Wine megjelenés előtt kezdtem el vele játszani. És nagyon jól tettem. Azóta évről évre folyamatosan előveszem a játékot, és most a Next Update miatt jutottam arra, hogy na, hát akkor egyszer és mindenkorra kimaxoljuk ezt a gémet. Méghozzá egy új végigjátszással. Megy behetventi járjára, mert megpirkozik vele? Attól függ, mi a cél. Kíváncsivá tettél, hogy most így hogy állunk, de szerintem esélytelen. Szerintem esélytelen a dolog. 50-40 FPS és még csak nincs is akció.
Sajnos. Úgyhogy nekem ez esélytelen. Beszélnem kell veled. Hagyd még én. Láttad, hogy Nils meghal? Did you see Nils die? Láttam egy árnyat. Nagy szárnyak, mintha egy felőszállna át az égen. Aztán hallottam a sikolyát. Valami megragadta, felemelte és elrepült vele a parti barlangok felé, de életben volt. A nevemet sikoltoztam. Utána nézek. Megkederítem a barlangot, amiket Brit említett. Na és most itt jön az a pont, ahova mi mentünk korábban, csak hát akkor még ugye ez a küldetés nem tartott ebben az állapotban. Persze nem maradtunk volna le sok mindenről, de azért mégiscsak érdekes ebből az állapotból indulni. Ha lehet, akkor a legtöbbet meg akarom nektek mutatni a küldikben. Let's go! Úgyhogy azért nem mindegy, hogy honnan indul. Speakerug. És mivel már megvan a küldi, a viseres küldi, a medve felszerelés, ezért tudjuk, hogy ez egy szirén barlang. Micsoda döngbűz, nekrofágok? Ötödik dércek nem emellették a levegőben ilyeszt. Na gyere! Szia, Szimri! Üdv mindenkinek, hali-hali! Szirén nyomok! Egy nagyon nagy szirén! Na, hát akkor végre valami jó kis küzdelem. Na gyertek! Gyertek! Nem jönnek! Sötét van, alig lehet ellátni az orra még. Melusine, a mélység őrült és veszélyes úrnője. Láthatóan itt imádták. Melusine. Üres palack. Alkimista por.
Micsoda zúg? Hát itt konkrétan nincs semmi. Amikor olyan helyre tévedek, ahol nincs semmi, akkor feltételezem azt, hogy igen, itt még nincs semmi, de majd lesz valami. Később. Hol tartunk? Különös pikkely szín, nem egy mindennapos szirén. Ugyanazok a pikkelyek, mint az oltáron. Melusine kultusza nem a semmiből született. Egy Ekinda már egy ideje itt élt. Valamikor hibernálódott, de most felébredt és éhes. Keresd meg Melusine-t a barlangban. Nyomunk egy mentést is. Robbanó hordó. Na, tedd le. Ez jó lesz, az robbanhat. Nagyon jó. Az is ott robbanhat. Ott kell kimennünk. Az is ott robbanhat. És itt is látok több mindent. Úgyhogy jó, akkor megyünk ki. Egy újabb mentés. Ja, majd megnézem én is, ha a 60-at tartja, az jó, ha beesik, akkor a nélkül, de ez a Gamer TX nélkül is imádni való. Aha. Ja. Így van. Mindjárt ott vagyunk. Aha. Nils, minden bizonnyal, valami szörny dobta le a magasból. Brit nem hazudott. Melusine leesett, ahogy látom. Marad a taliga. Ott van Melusine is, srácok. Gyere föl. Jánter már megint eltörtem. Hogy fel lehet jönni.
Esküszöm, nem ez volt a terv, srácok. Bebágoljon, szegény Meluzin. Szia, Neutron. Hogy telik a nap? Nagyon jól haladunk. Speakerugat maxoljuk, amit nek ma tanultam meg a nevét. És akkor nem is lent folytatjuk, tök jó. Szóval speakerugat maxoljuk. Addig elég jól haladunk. Tehát Enter már megint csalt, ugye? Most éppen Witcher felszerelés nyomába vagyunk. Mert hogy itt bizony valahol van Witcher felszerelés is, a kérdés már csak az, hogy hol. Ebből a barlangban van. Pont tegnap előtt csinálta meg ezt a küldet. Szia, Carl! Ali, Ali. Nekem ez a küldi nem is rémlik annyira. Szerintem nekem ez az előző végigjátszásból kimaradt. Bár nem maradhatott ki, hiszen medveszetbe nyomtam. Ha pedig abban nyomtam, akkor az meg kellett, hogy legyen. Medve iskola felszerelések, és ugye én azt mondtam, hogy ez olyan gyanús nekem, ez a hely. Nem lehet lebukni. Nagyon szeretem Skellige-t, nagyon jók itt a hangok. Nagyon jó a zenem. Nagyon feelinges, mondjuk a többi területet is szeretem. Wow, ez a terület nincs is jelezve a térképen. Wow, de durva. Levél Ingeborga Caleb's Daughternek. Nézzük. Ja, hát én fullosban akarom kijátszani, még mindig találkozom kéne ilyennel, de hát Skellige baromi sok a pont, amit be kell járni. Mindjárt mutatom kár, hogy mi hogy állunk a kérdőjelekkel. Nagyon büszke vagyok arra, hogy hogy állunk jelenleg. Medvenyél puska. Drága Ingeborga. Nyár előnapján megérkezett a Tuirsach erődben. Időzött ott egy darabig, és több hordónyi méz volt nyakadva a járlal. Hamarosan összebarátkoztak, aztán egy nap Torgeiriár hivatott és megparancsolta, hogy hajozzak át vele Speakerugra, és mutassa meg neki, hogy hol tányáznak legszívesebben a szirének. Nincs abban semmi túlzás, én kis hegyikecském, hogy soha életemben nem találkoztam hozzáfogható harcossal. Karcsú, mint egy angolna, és erős, mint a medve. Amikor a szirének ránk támadta, kibelezte őket, mire én fejszét ragadtam. És a fegyvere? Na, ahhoz hasonlót se láttam még. A számszerű, de olyan kicsi, hogy egy kézzel is használható. Tudom, hogy a tervrajza a nyerek táskájában van, mert kilestem, ahogy felmálházott. Ha elalszik, próbálom lemásolni, hogy a kovácsunk Enskeligen elkészítesse. Így meg tudjuk védeni magunkat a szirénektől, ha netán visszatérnek. Amint megvérad, indulunk. A szirének egyre többen vannak. A kezem zsibad a karcsújától, levegőt is alig kapok, de rád gondolok. Az erőt ad nekem. Na. Jelenleg az összes landmark meg van jelölve.
És hát a tengeren, már csak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 van. Úgyhogy hát akkor úgy néz ki, hogy most így ebéd előtt ez már nem fér belem. Viszont mivel, oda még úgyis át kell mennünk, oda, ezért a kérdélek, ja meg oda is át kell mennünk, ezért a legközelebb ahhoz fogunk nyúlni, nyilván ez kell, igen, most jó sok epizódot felölelt, de hát Skellige már csak ilyen. Szia leves teknős! Megmondom őszintén, nekem se volt ehhez a legutóbb kedvem. Hogy is mondjam, az előző végigjátszásnál elkezdtem, de nagyon kényelmetlen volt. Fölraktam azt a modot, hogy több mint 9000 legyen a súly, amit ugye elbír Geralt, hogy ne kelljen folyamatosan hazaszaladiálni. Már azon gondolkodtam, hogy sérthetetlen a hajó modot is felrakok, nagyon nem fülött hozzá a fogam. Mi van, ha eltűnik az összes hajó, mert megtámadnak ugye a szirének, meg az a vízikígyó banyák? Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem visszaspónolnak. A dokokhoz spónol annyi hajó, hogy mindig legyen elég. De még nem jártam így. Most nagyon óvatosban voltam a hajóval. Amikor látom, hogy megtámadna egy szirén, akkor gyorsan leszállok a hajóról. Akkor bebágolnak. Persze nem az a szándékom, hogy bebágoljanak, hanem az a szándékom, hogy... Ne sértsék meg a hajómat. És úgy bágolnak be a szirének, hogy így ott maradnak a hajó szélén, nem csinálnak semmit, és simán meg tudod őket ölni. Ja, a bálna nagyon kemény volt. Az nagyon kemény volt. Na várjunk csak, nekünk van egy küldünk, egy Witcher megbízásunk. Mizu is leves teknős. Ma ezek a kérdőjelek mindenféleképpen el fognak tűnni. Viszont sajnos nem ebéd előtt. Na Kevin! Witcher uram! Megszabadultam a szörnytől. Találtam egy öreg Ekindát egy barlangba a parton. Kemény szörny volt, de megöltem. Szóval Brit igazat beszélt. Egy szörny ragadta Ennyest és megölte. A holtest a barlangba van. Akkor el kell hoznom. Witcher, elmondta el te Britnek, mi történt a mátkájával? Persze. Ez a legkevesebb, amit érdemel. Átkozott bolondnak érzem magam, hogy nem hittem a saját húgomnak. Fogd ezt, a kemény munka megérdemli a jutalmát. Még veled. 12 kevéske XP, de 290 korona, és most megyünk a mátkához. Mondjuk azt sajnálom, hogy a véres bárót nem tudtam megvenni Gwentbe, aztán így nem lesz meg a fullos paklim. Ha nem szerezted meg a kártyáját a vörös bárónak, meg lehet szerezni elvileg valamelyik szobába, vagy valami fiókba ott van a kártyája. Azt olvastam, adja az interneten. Nem biztos, hogy igaz, meg nem biztos, hogy minden esetben, de ha esetleg végzel az ő küldetésével, jelentsen ez bármit is, akkor elvileg ott van egy szobába a kártyája, amit ő adna. Beszélnem kell veled. Hagyd békén. Tudom, mi történt a jegyeseddel. Egy Ekinda elragadta és megöltem. Tudom, hogy ez nem hozza vissza, de megbosszultam. Megöltem a szörnyet. Köszönöm. Végig tudtam, hogy hűséges volt. És én is megfogadom, hogy hű leszek hozzá hátralevő életemben.
Fogd ezt az aranyat, nem sok, de szeretném, ha a tiéd lenne. Köszönet, használt veszem. Nem gyakran jutok hozzá. Egy XP? 25 korona. Senki sem mondhatja többé, hogy hűtlen volt hozzám. Jól van, köszi szépen, hogy itt voltál, Kár. Remélem, hogy megtalálod a kártyát. Remélem, hogy jó volt a tip. Kissé meg vagy fáradva? Sűrű volt a hét? Levesteknős. Na. Genelt átkutatta a barlangot. És rájött, hogy egy ekindával áll szemben. Legyőzte a bestiát és elment a faluba, hogy átvegye a jutalmát. A legnehezebb rész azonban az volt, amikor tudatni kellett a hírt brittel, a halott jegyesével, bár a hangja remegett, összeszedte magát és fáradozásait, megköszönve ajándékot adott Geraltnak. 25 korona, ugye? Na, tehát ezt is most már kipipálhatjuk. És akkor elvileg még van feladat. Van feladat itt. Méghozzá a sziget. Ha. A tomboló ököl. Nem. Az akkor nem itt kezdődik, de itt fog végződni. Akkor menjünk a kérdőjeleknek? Flash for sale. Aha. Jó. Hol van ez a küldi? Pillanat, csak megnézem, milyen hosszú ez a küldi, amit itt kapnék. Jó. Jó, hát az a helyzet, srácok, hogy itt majd lesz nekünk küldi, de nem most. Hát, hogy ezen a szigeten még van küldi, de nem tudjuk jelenleg itt befejezni. Elmegyünk oda, hogy legyen fast travel pontunk. És akkor elmegyünk a déli szigetre, ahol már egyébként korábban voltunk. Reggeles műszak, hajnal 3 kerés, és én nagyon zombi vagyok olyan korán. Hát azt el is hiszem, azt el is hiszem. Azt elhiszem. Az biztos kemény. Na, itt van Hov. Mit kell tudnunk Hovról? Amúgy arra én is kíváncsi leszek, parfümkollektor, hogyha beváltjuk a pénzünket, akkor mennyi lesz? Skellige szerte híret arénájáról ismert falu, amely valaha a szigetek leghatalmasabb harcosai közti ádász küzdelemnek adott otthont. És akkor Hardwickenbe megyünk, a Demon Clan székhelyére, itt osztja szét a zsákmányát Fekete Kész Holgár a sikeres rajtaütések után. Biztos oda akarunk most menni? Mennyi teendőnk van itt? Jó, menjünk oda.
Ja, ez a kis csónakkal kérdőleg szerint engem is egy picit már mutattak, meg egyszer-kétszer be is bugolt, kilutaltam, de ugyanúgy fehér maradt, csak a többi csomószor vissza kellett töltenem. Aha. Nekem szerencsére csak a hajón bugolt be. Hú, de jó kard! Soha, senki nem fogadja el a kívást, gyerünk már, ne szégyeljétek magatokat! Na, lehet még próbálkozni? Üdvözlök a bajnokságunkon, Witcher! Einar ellenfélre vár, szeretnél megmérkőzni velem? Ki az az Einar? Ürölt logosz fattyam, hasonlít az apjára. Na most akkor verekszünk, vagy szájálunk? Miért ne? Tiszta és komoly harcot kérek. Győzöl, elnyered a jogot, hogy megmérkőzhess a bajnokunkkal. Einar nagyon nyomja. That's enough of that. Nagyon szép harc volt, gratulálok a győzelemhez. Itt az ideje az új próbatételnek. Ha nem félsz megküzdeni egy bajnokkal, vár rád Olaf Hanskeligen. Ja, majdnem elfenekelt minket. Jó. 70 korona. Nilfgaardi örvért. Jó, szerencsére nem kezdtünk bele, itt küldik be. Egyszerű, úgyhogy... Mi? Basszus. Nem tudjuk befejezni. Ezt nem tudjuk befejezni. Ó, értem. És azt is mondják, hogy ez kár volt megcsinálnom. Jó. Ezt nem szabad még most megcsinálnom. Azt mondják, hogy mielőtt még az Olafos fight jönnem, meg kell csinálnom egy küldetést Skellige azon szigetén, ahol Olaf van. Ide kell mennünk. És akkor itt beszélnünk kell Olaffal, mert ő adni fog egy küldetést. És hogyha elkezdünk verekedni Olaffal, vagy már az Olaf elő küldetés van, akkor már nem fogja adni ezt a küldet. Jó. Oké. Oké. Hát akkor visszamegyünk Szvarlákba. Mennyire kell rendeznünk az inventarit? Jó vagyunk így, jó vagyunk így. Hát srácok! Igazából nem sok mindent csináltunk most. Azt hittem, hogy több mindenre lesz időm. Speaker ugat
maxolgattuk valamennyire. Még két küldetésünk maradt. Ez már akkor lesz, amikor az a két küldetés akkor lesz, hogyha majd a verekedést befejezzük. Akkor az itt fog majd befejeződni. Csak ahhoz még, ugye, mint látjátok, itt el kell vernünk egy csókát, aztán el kell mennünk oda elverni a másikat, de hogyha ezt az utat csináljuk, akkor nem tudjuk megcsinálni Olafnak a küldetését, szóval most el kell mennünk Olaf küldetését megcsinálni, aztán mehetünk le verekedni Einárral, aztán jöhet Olaf, aztán jöhetnek még ott küldik, aztán jöhetünk vissza ide, hogy befejezzük a Spikarugi küldiket. Úgyhogy kicsit csavaros, kicsit bonyolult, de mindent meg akarok nektek mutatni, minden küldetést meg akarok csinálni, úgyhogy ezért van ez. Szóval küldizni fogunk legközelebb is, és akkor most már, hogyha befejezzük itt Spikarugnál az összes küldit, akkor utána a kérdéleket fogjuk felszámolni. És mivel úgyis ide kell mennünk, ezeket a kérdőjeleket is megcsináljuk, és hogyha azok a kérdőjelek megvannak, akkor itt csináljuk meg a küldiket, már hogyha a küldetések is természetesen engedik. Ezeket a kérdőjeleket, amik itt vannak, ez a három, ezt sajnos nem fogjuk tudni megcsinálni egészen addig, ameddig nem haladunk tovább mellék, illetve fő küldetésekkel. Úgyhogy jelenleg itt tartunk a játékban, Spikarug, egy kis sziget, ráadoztuk ma főleg az időnket. De emellett egyébként tök jól haladtunk, 57,1%-on áll a játék. Bizony, innen folytatjuk majd legközelebb, srácok. Remélem, hogy élveztétek a vicserezést. Még folytatjuk.